vagyunk a láthatatlan kiállításon. Nagyon durva, tényleg teljesen sötét van, ilyen itthon is van Budapesten, hogyha tehetitek, menjetek el, és nem csak a kiállításra, hanem menjetek el a vacsorára. Annyira durva, hogy hogyan tesz ki egy pohár vizet a kancsóból, hogy találod meg a kést és a villát, hogyan érzed, hogy mekkora a tányér, hogy mit vágsz, hogy kézzel kell megfogni, vagy ahogy beszúrod a villát, érzed, hogy az egyes dolgok, a hús rajta, ha ananász van, akkor más az állaga, és ebből kitalálod. És hogy nem látsz semmit, csak érezned kell, és most kivilágosítom magamat, ugyanis semmit nem vihetünk oda, és nem is már következő nap vagyunk, elindultunk, és ott nem is tudtam kamerázni, úgyhogy most ezt Ashalemből veszem fel, remélem jól mondom. Ez a gázai határtól van 10-12 kilométerre, és el fogunk menni egy kórházba, ami egy protektált, védett kórház, majd ott többet mesélek róla. Még talán a felszolgálónkról, Galindáról mesélnék, aki majdnem teljesen vak, és képzeljétek el, hogy Csecsenföldről jöttek el Izraelbe, ugyanis zsidók, és nagyon durva volt ott a helyzet 20-25 éve, és nem elég ugye, hogy el kellett hagyniuk az otthonukat, és Izraelben megtalálták az otthonukat, de ugye mivel ő szinte teljesen vak, hogy illeszkedjen be a társadalomba, és milyen durva, hogy megnyílt ez a hely, ahol a pincérként, felszolgálóként tud működni, és így végül is be tudott illeszkedni a társadalomba. És egy nagyon-nagyon kedves, figyelmes, segítőkész ember, most pedig menjünk a kórházba, ami megrázó lesz. Most fogok mesélni, az megrázó lesz, úgyhogy majd kérem, hogy mennyit tekerjetek előre, hogyha nem akartok róla hallani. Szóval itt vagyunk a gázai határtól igazából 10 kilométerre, 12 kilométerre egy olyan kórházba, amire azt mondják, hogy protektáltát védett, és most voltunk egy előadáson, ahol elmesélték a történetét. Ugye nagyon durva itt a háborús helyzet, és volt egy olyan diagram, hogy melyik évben mennyi mennyit bombáztak erre fele, és a legkevesebb volt 40, a legtöbb azt hiszem 3000 egy évben. Képzeljétek el, hogy van ilyen jelzőberendezés, amivel így szólnak, hogyha már érzékelik ugye, hogy melyik kis szomszédságba érkezik a bomba, és 15 másodperc, megismétlem, 15 másodpercük van arra, hogy menedékbe menjenek. És mondtak erre egy példát, hogy képzeld el, hogy anyuka vagy, játszol a két gyerekeddel a hátsó kertbe, 15 másodperc. Melyik gyereked? Hogy fogod meg? Hogy mész oda? És ez nekik a mindennapuk. És másnap meg el kell menniük dolgozni, iskolába élni az életüket. És hogy készül fel erre a kórház? Az igazgatója tartotta nekünk az előadást, aki megmutatta, hogy konkrétan a gázai határ mellett lakik. Nagyon durva, és ez a mindennapos életük. És most mutatták meg, megmutatják meg nekünk a kórházat. Most pedig teljesen random megálltunk itt a városban, mert aki szervezte az utat, Livák, itt nőtt fel, és pont itt volt az anyukája, és mert holnap nőnap van, minden nőnek virágot osztogatnak, és megálltunk egy picit beszélgetni. Ennyire random és vicces. Oké, egy Szderot nevű városban vagyunk, ami a gázövezethez ugyanúgy nagyon közel van. Most tartottak nekünk előadást, amiben elmondták, hogy mit kell csinálni, hogyha bomba jön. A legutóbbi bomba 8 órája volt, az az előtti 12 órája. Azért ez para. És most körbevisznek minket. Azt mondják, hogy ne izguljunk, mert ha gond lenne, akkor nem lennének az emberek az utcán. Szóval nyilván vannak ennek szintjei, de elmondhatjuk, hogy egy háborús övezetben vagyunk. Közben úgy érzem magam, mintha Los Angelesnek, nem tudom, Century City vagy valamilyen részén sétálnánk.
De nem, és most várostúra. Szóval itt vagyunk nagyjából 4-500 méterre a Gaza Strip-től. 4-500 méter tud lenni, néha golfozom, az, amit mondjuk egy pár ötös pályán, amíg előttünk. Olyanokat mesélnek, képzeljétek el, hogy a bombák, ezek a közeli bombák, amiket küldenek, az tippeljetek, hogy mennyibe kerülhet egy bomba, amivel egy otthont, meg embereket $150. 150, mondjuk 30-40 ezer forint. Szóval ez itt nagyjából a határ B-rollba is láthattátok. És a következő a helyzet. Azt mondták, hogy figyeljünk, hogy van-e az égen fent ilyen lufi, vagy valamilyen ilyen ballon, tehát akár nagyobb is, nagyobb dolog. Ugyanis, mivel a szél általában errefele fúj, ezért Gázából azokat szokták így felengedni, és aknákat helyeznek rá, és majd elég a lufi, és lemennek különböző helyekre az aknák. És mondták, hogy azért nézzük majd, hogy van-e bárhol lufi. Na most láttunk! 3 lufit is, de hogy ne izguljunk, azok izraeli lufik, és mint egy ilyen Big Brother figyel, ők azért teszik, hogy jobban átlássanak a gázai övezetre. Amit a B-roll végén láttatok, azok a bombák, a rakéták. Itt látható, hogy rövidebb, hosszabbak is vannak, és amúgy jelölik is őket, tehát az a egyes terror szervezetek a saját színüket rárakják, hogy tudják, hogy milyen, és amúgy ez a $150 kb. Ugyanúgy, mint ezek a jelzőpóznák, ilyenekből tudják megcsinálni, és ami éppen a kezükbe akad, azzal dolgoznak, és küldik ide. Azt hiszem, hogy a vlogban elég volt ennyi rész erről. Most már, ha jól gondolom, megyünk vissza Tel Avivba, és onnan jelentkezem remélhetőleg. Estére eljöttünk, még a borkostó előtt eljöttünk még a Carmel Marketba. Hát itt mindenféle ilyen kaját találhattok, meg ruhákat, hát ilyen tipikus bazár hangulata van az egésznek. Én vettem, és azt nektek is ajánlom egy ilyen, most nem tudom így megmutatni zacskóból, de majd berakom a képét, ilyen, ez is ilyen itteni, tradicionális. Nem mondanám desszertnek, de tegnap is próbáltam. Alkudozni lehet, majdnem fele ára alkudtuk le ahhoz képest, mint amennyibe került. És ez a kerestére is jó, hogy meddig van nyitva, hogyha este akartok jönni. Azt mondják, hogy nagyjából reasonable hours, tehát hogy olyan órákban, olyan órákig, ahogy érzik. Nincsen fix nyitvatartás. Most nagyon reggel van, ez az utolsó nap, és el szeretnék köszönni tőletek. Ahogy bekonferáltam a vlog elején, hogy az a célom, hogy ez legyen az életem legproduktívabb hete, egyáltalán nem sikerült. De ehhez képest úgy tudjátok, aki én nem nagyon tudok gyorsan olvasni, mégis majdnem kiolvastam egy könyvet, az összes e-maillel, amin hátra voltam, majdnem, hogy végeztem. Volt egy könyvprojektem, amivel több hete nem haradtam, és időt tudtam szakítani, főleg amúgy a buszos időkön tudtam időt szakítani, hogy azzal is foglalkozzak, editálni tudtam, a különböző anyagokat gyártani, és a trükk az volt, úgyhogy nem volt a legpróbítóval, meg nem egyfolytában dolgoztam, volt, amikor csak elengedtem és zenét hallgattam. Az volt a trükk, hogy azokat az időket használtam ki, amik holt idők lennének, amikor a telefonunkat nyomkodnánk,
vagy csak néznénk ki a fejünkből, és ott volt nála mindig a notebookom, elővettem, ha 5-10 perc, 10 perc, hogyha egy 3-4 órás út volt, 3-4 órás út volt, és ahelyett, hogy csak néztem volna ki a fejemből, ahogy mondtam, dolgoztam, és mindig kiválasztottam azt, amivel éppen akkor ott szeretnék foglalkozni. Elértem a célom? Nem. Teljesült nagyon sok dolog? Igen. És azok a pici lépések segítettek, és a mindset, hogy igen, most csapatom, csinálom, tettem egy ígéretet magamnak, nektek, ez jött ki belőle, én élveztem. És a másik oldala meg, hogy ugye mindezt úgy csináltam, hogy amúgy rengeteg, sokkal több programunk volt, mint hittem, vagy az agendából, a tervből kiderült. És hát nagyon súlyos volt, egy kis betekintést tudtam adni, talán néha láttátok rajtam is, hogy nem is nagyon tudom, nem nagyon találom a szavakat, de át tudtam adni valamit. A búcsúvacsorán a szervező Livák mondta azt, hogy a nap végén az egész arról szól, ugye az volt a neve ennek a programnak, hogy Leaders in Key Positions, és tényleg Európa minden részéről jöttünk el ide, hívtak, hogy tanuljunk egy kicsit a kultúráról, együnk jókat, lássunk olyat, amit talán máshol nem látnánk, és a végén pedig ezeket vigyük el, és otthon a saját közösségünkben halljanak róla, és lehet, hogy valami változás elindul, és akik látjátok ezt a vlogot, főleg itt, hogyha az elköszönésnél vagytok, nektek is lehet, hogy valami átjött. Lehet, hogy a következő nyaralásban nem csak azt néztek, hogy valami szép helyre menjetek, hanem azt is, hogy ismerkedhettek meg mondjuk az adott kultúrával, meglátogatni ilyen helyeket, megnézni, hogy tudtok segíteni, akár nemzetközi szinten, akár a ti közösségetekbe. És nekem a legnagyobb személyes tanulság, ha az elmúlt időkben tényleg volt pár probléma az életemben, és annyira felnagyítottam azokat, annyira úgy álltam hozzá, hogy Úristen, és látva, hogy egy szavunk nem lehet. Tehát amíg van hol aludnunk, van mit ennünk, van hol tanulnunk, dolgoznunk, van család, barátunk, és egészségesek vagyunk, ezeket értékeljük. Úgyhogy értékeljük ezt a panorámát, és azt is, hogyha néztetek, én nagyon értékelem, és köszönöm szépen. Csak itt már a terasz van. Ha most találkoztunk először, és még itt vagy, kérlek, nyomj rá a feliratkozás gombra, és a csengőre is, persze, lájkolhatod is a videót, ha nem tetszett, csinálj, amit szeretnél. Szóval menjetek át Instagramra, onnan, innen is fogok tök sok képet feltölteni, meg ott van egy napi szintű kommunikáció. Remélem találkozunk legközelebb is. Sziasztok! We'll be right back.